Dombóvár és Dalmand is futással intett búcsút az óévnek. Dombóváron több évtizedes hagyománya van az óévet búcsúztató szilveszteri futásnak, amelyre ezúttal is közel 400-an neveztek, de a résztvevők száma ettől jóval több volt, hiszen voltak, akik regisztráció nélkül csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Sajnos tavaly egy virtuálisat tudtunk csak tartani, de nyilván az idejév, mint látszik is itt a környezetben és hangodban is látszik, hát ez az igazi. Nyilván 15 fokkal nem számoltunk, de hála Istenben nagyon jó idő van, és látszik, hogy 1000 ember, vagy több mint 1000 ember, még el se indult a futás, még csak melegítenek, és már nagyon jól érzik magukat. Hiszem, hogy a közösségre való vágyás soha nem volt ilyen fontos mindnapjainkban. Erre ékes példa ez a mai délután is. Én körülnéztem, a legkisebb, de a legnagyobbig itt van mindenki. Úgy látom, hogy több kutyát is hoztak, tehát hiszem, hogy ez egy olyan közösségi rendezvény, mert én érdemes évről évre megrendezni. Két távban minden évben van egy sétálós babakocsis, és van az 5 kilométer, ami azt mondják a futók, hogy ő nekik ugyan az sem sok, de hát azt gondolom, hogy aki picit jól akar érezni magát, pont jó arra, hogy bemelegedjen, és este még tudja ropni a láncot és táncot, és nem lesz izomláza. A rendezvény rendszeres résztvevője, Tolna megye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki az 5 kilométeres távot teljesítette a dombovári hóév búcsúztató futáson. Szerintem nagyon fontos az, hogy mindenki minden nap mozogjon, lehetőleg minden nap mozogjon, és jó lenne, hogyha azok is, akik esetlegesen még nem ebbe a táborba tartoznak, ők is előbb-utóbb mozognának. Szerintem ez a mozgalom, vagy ez az akció is bizonyítja azt, hogy a futásnak nem csak az egészség megőrzésben van nagy szerepe, hanem a közösség formálásban is, amióta Dombóváron ilyen alkalmak vannak, azóta talán azt mondhatjuk, hogy még inkább egy olyan közösségről beszélhetünk, amelyik lokálpatrióta és szereti élni. Egyébként ez a szilveszteri futás, vagy ezt a szilveszteri futást a Fidesz kezdte el még 90-ben, és néhány éve pedig az önkormányzat szervezi meg. De a mozgásra mindig kell időt szakítani, ehhez nem sok minden kell egy cipő, meg valamilyen ruha, és lehet menni. Tehát az időjárás, ha csak nagyon nem szakad az eső, akkor, vagy nincs nagyon hideg, akkor lehet futni. De más sportot is lehet űzni, az a lényeg, hogy mozogjon. Célba érkezőket a polgármesterrel Bacskai Balázs profi ökölvívó várta. A legfontosabb rész ez nem az egészség. Egészség megszerzése, megtartása. Mindenkinek ajánlom, bármilyen sportágat, hogyha űz, azt szerintem nagyon jó, mert tényleg a legfontosabb tényleg az egészsége. A másik pedig az egy nagyon jó hatása van az emberekre, hogy főleg, hogyha mondjuk olyan sportágat választanak, ahol egy csapatba kell lenni, egymásért harcolnak, egymásért küzdenek, és az élet több területén is visszaköszön, hogyha valaki sportoló, sportmúlttal rendelkezik, hogy másképp áll dolgokhoz, és nagyon sok sportágban benne van az életnek a velejárója, a győzelem, a kudarc, a sérülés, vagy bármi, hogy az embereket is érintik a nap, mint nap, valaki lebetegszik, vagy a munkájából nem úgy teljesít, elbocsátják, stb. És én azt gondolom, hogy az éle, a sport az nevel. Az egy szenzációs dolog, amikor vannak ilyen lehetőségek, ahol kívülön mindenki sportolhat bármit, mert tényleg akár futóverseny, vagy majd beszéltek a saját sportágról, ökölvívó rendezvényeket rendeznek. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jó dolog, mert meg kell mozgatni az embereket, és ki kell mozdulni otthonról, és ez jó. A futás szerintem minden sportágnak az alapja. Nagyon-nagyon kell, hiszen nekem az állóképességemre épül a saját boxstílusom is. Általában mindig az én boxstílusomat az jellemzi, hogy menetről menetre erősítek, és nekem azért kell egy olyan állóképesség, hogy nekem jobb legyen, mint az ellenfelé, mert hogyha most én teszem, az nagyon bekezdenék, és mondjuk hamarabb elfáradok, mint az ellenfél, akkor azt a stílust nem tudom ráerőltetni, amit én akarok. Én mindig azt akarom, hogy most elkezdek egy 40%-kal, 50%-kal, 60%-kal, 70%-kal, és előbb-utóbb elfogy az ellenfelem. Úgyhogy kimondottan az állóképességre épül a bunyom, a futás meg nélkülözhetetlen, de ugyanúgy minden más sportágnál is. A nevezéssel minden résztvevő egy pólót kapott ajándékba, valamint Dombóvár város önkormányzata a futás után a célba érkezőket virslivel, forralt borral és teával vendégelte meg. A rendezvényt a Dombocsipsz családi, ifjúsági polgári sportszervezeten keresztül a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT is támogatta. Dalmandon is szerepe volt a futásnak, ahol a már hagyománnyá vált előszilveszteri futást követően ropogós malac sült el, látta vendégül a falu lakóit az önkormányzat. Az óév búcsúztató programban
az Alsó-Leperden, illetve Dalmant külterületén élő családokat is bevonták, így közösen futva mondtak búcsút az óévnek a mozogni vágyók. A településen évek óta hagyomány az előszilveszteri futás. A mai futóversenyen 18 év alatti és 18 év feletti embereket várunk, nyilván a fiatalabb korosztályt. Jutalmat fogunk kiosztani, kiskör és nagykör lesz. Kiskörnél aki úgy érzi, hogy nem bírja megcsinálni a nagy távot, a nagykörnél, aki azt gondolja, hogy olyan erőben van, itt is jutalmazni szeretnénk az első három helyezett a kiskörfutásban is. 18 év alattiak kapnak kölyökpezsgőt, a 18 év felettiek pedig rendes pezsgőt szilveszterre való tekintettel. A programot Alsó-Leperden, Dalmant külterületén is megrendezte az önkormányzat, hogy az ott élő családokat is bevonják a közösségi életbe. Előszilvesztert tartottunk Alsó-Lepernek, ami ez idáig nem volt, és azt gondoltuk, hogy igen, Alsó-Lepert külterület 70 családdal, és igenis megérdemlik, hogy náluk is legyen kis sültfurka, kolbász, és együtt elbúcsúztassuk a 2021-es esztendőt. Nagyon-nagyon jól sikerült a program, sokan eljöttek, a vártnál többen is, a hideg ellenére. Nagyon jót ettünk, szórakoztunk, beszélgettünk, nagyon jó volt egy kicsit leülni, megállni, és tényleg idősen emberekkel beszélgetni, akik amúgy nem mozdulnak ki. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy eljöttek, és azt gondolom, hogy ők is hálásak az, amiatt, hogy náluk is megtartottuk ezt, mert ők eddig mostohának érezték magukat, és én azt gondolom, hogy tényleg hozzánk tartoznak közigazgatásilag is, emberileg is, és mindenképp. Újdonságként egy gasztronómiai programmal is bővült a dalmandi rendezvény, az önkormányzat ugyanis ropogós malac sült el, és zenével várta a résztvevőket. Ez régóta hagyomány már Dalmandon, mi egy kicsit bővítettük. Tehát mi azt szeretnénk, hogy az előszilveszteri futás mellett utána eltöltsünk egy kellemes délutánt együtt, és a sült malac mellé, és társuljon egy kis sült hurka, egy kis sült kolbász, egy kis dinszelt káposzta, egy kis mustár, fehér kenyér, és mindenki jól érezze magát, beszélgessünk, mulassunk, táncoljunk, és érezzük jól magunkat együtt. Itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon-nagyon köszönöm férjemnek, aki a három hizót felajánlotta Dalmand és Alsó-Lepert községnek, hogy meg tudjuk valósítani ezt a programot. Nagyon-nagyon köszönöm a közmunkásaimnak, köszönöm Tóti Viktornak, Dudás Leventének, Balaskó Lászlónak, Balaskó Ernőnek, Dékány Anikónak és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy itt a kemencében megsüljön ez a malac, Kalányos Gyöngyinek, aki pácolta, hiszen hétfőn meghoztuk a pucolt malacot, és az azóta a pácban áll, a mai napra lesz friss és ropogós, hogy mindenki jó ízűen tudjon belőle táplálkozni.